A papírjait rendezgette a műsorvezető adás előtt az M1-en. Az állami hírcsatornán a választási kampányban több riportot készítettek arról, hogyan élnek a Németországban befogadott menekültek. Egyre több német beszél arról, hogy a március 20-ai adáshoz Hamburgban forgattak, egy társasház kaputelefonjain nézték meg az ott lakók nevét. A riporter azt állítja, régen sokkal több német család lakott itt. Majd megszólal egy férfi, aki arról panaszkodik, hogy a németeket, így mondja, elüldözik innen. Az a baj, hogy vannak olyan városrészek. A férfi a bevándorlás ellenes szélső jobboldali párt, az AfD, vagyis az Alternatíva Németországnak helyi elnöke, de ezt nem említik a riportban, csak egy ott lakóként mutatják be. Ezt egy újságíró, Orosz Márta vette észre, aki régen a közmédia tudósítója volt. Most a német korrektív oknyomozó portálnál dolgozik. Egy egyszerű internetes kereséssel rájöttem arra, hogy ez az ember, ez a helyi AfD politikusa. Na most azt, hogy a helyi AfD politikusát úgy állítják be a magyar közszolgálati TV hírműsorában, hogy ő egy gyanútlan járókelő, vagy egy egyszerű ott lakó ember, egy átlag német, az nem más, mint egy hírmanipuláció. Ez a kampány alatt több híradóban is megismétlődött. Ebben a riportban például az AfD Speyer elnöke panaszkodik a helyi muszlim közösségre, de őt is csak egyszerű járókelőként mutatják be. Orosz Márta a hvg.hu-nak azt mondta, az állami média hazugságokat állít Németországról. Ezeket a tudósításokat nézve olyan, mintha azt mondták volna nekik, hogy menjetek, és mindegy, hogy milyen áron, és mindegy, hogy milyen szakmai szempontokat lábbal tiporva, de termeljetek naponta egy-egy horror történetet a Németországban élő menedékkérőkről, és ez meg is történik. Az állami média idén több mint 70 milliárd forint közpénzből gazdálkodik. Az RTL híradónak nyilatkozó médiakutató szerint tudatosan hamisították meg a híreket. Ez a jelenség az arra utal, hogy a közmédia munkatársai számára sokkal fontosabb, hogy a kormánypropaganda alá dolgozzanak és annak megfelelő híreket készítsenek. Nem az a fő cél, hogy pártatlanul, elfogulatlanul valós hírekről számoljanak be. Kerestük az MTV-ját is, de adásunkig nem kaptunk választ.